Európa-bajnokság, tehát már nem sok idő van a gyakorlatokon csiszolni. A somogyiakra épülő magyar junior csapat is a felkészülés hajrájában jár. A fiatalok Villányi Krisztina szövetségi kapitány irányításával télen kezdték el a kemény munkát, így a csapat kör már 4 hónapja összeállt, azóta finomítják a mozdulatokat. Augusztus 6-a és 12-e között a Lovas Akadémián kiderül, hogy a sok-sok gyakorlással töltött óra milyen sikert hoz. A magyar junior lovastorna válogatottban kizárólag somogyi sportolók kaptak helyet. A kaposvári és a szentai fiatalok télen kezdték meg a felkészülést pályafutásuk eddigi legfontosabb megmérettetésére, az augusztus 6-a és 12-e közötti kaposvári lovastorna Európa bajnokságra. A csapat kül már március végére összeállt, azóta a mozdulatok tökéletesítésén van a fő hangsúly. Július közepén, azaz 3 héttel a kontinens viadal előtt pedig már igazán remekül megy a csapatkür. A gyerekek szerint már csak a kötelező elemeken kell csiszolni. A 8 fős magyar válogatott csapatban mindössze egyetlen fiú van. Ő a legkisebb, mindössze